Az utolsó találkozó, tehát az első 15 perc az nagyon rossz volt. Ugye egész héten is beszéltünk róla, hogy ők nagyon agresszívak, meg ilyen komoly energiával játszanak. De egyszerűen nem rossz reakció volt arra az agresszivitásra, tehát védekezésbe, támadásba, tehát az tényleg rossz volt. De utána az utolsó 5 perc az első fél időnél, meg a második fél plusz a hosszabbítás, tehát igazából sokkal jobban játszottunk, csak ugye mínusz 14-ről visszajönni, még a harmadik negyedben visszajöttünk, de utána megint 14 volt. De a pozitív dolog az, hogy nem adtuk föl, hanem possession by possession, tehát mentünk fölfelé, és a végén sikerült nyerni, ami fontos, nagyon fontos volt számunkra, de nem kéne így kezdeni meccseket. Most ugye mindig jobb, ha a vége ilyen, mint a kezdés, de inkább kezdjünk úgy jó, és fejezzük be nagyon jó. Az sokkal jobb lenne, de a csapat mutatott egyfajta karaktert, meg úgy együtt voltak a végéig, ami igazából azért is volt meg ez a meccs. Ez a meccs sokat kivett belőlünk, fizikálisan, meg emocionálisan is. Tehát az tény, tehát az, de ugye regeneráció, meg mondtam a srácoknak, hogy értem, hogy itt mindenki fáradt, meg hogy nehéz meccs volt, de egyszerűen muszáj találni egy extra forrást, energiaforrást, hogy egy jó meccset játszunk, mert ugye az Zalaegerszeg harmadik helyen álló csapat, az saját magától már eleget mond, tehát jó csapatról van szó, jó is játszanak. Én azt hiszem, utolsó 9 meccsből 8-at nyertek, úgyhogy az egy komoly széria, de nekünk mentálisan elsősorban itt kell lenni az elejétől, és próbálni minél fizikálisabban játszani, mert ők ugye, mondom, tudnak kosarazni, ami nehezíti a dolgokat. Az egyetlen csapat még Alba lehet, hogy tehát van 3 handler, amikor, és úgy is vannak, hogy mind a 3 a pályán van, és ez egy kicsit veszélyes, mind a 3 handler, és 3 kreatív játékos igazából, tehát az egy kicsit nehezíti a dolgokat, úgyhogy mondom, ez a fizikális rész, hogy próbáljuk megbontani azt a Zetének a játékát, úgy lesz esélyünk, tehát ha úgy ilyen szép kosárlabdát fogunk látni, akkor szerintem nem lesz sok esélyünk.